Egymást érték a szélső jobboldali és antirasszista tüntetések Szászország nagyvárosaiban a hétvégén. Chemnitzben egy évvel ezelőtt, augusztus 26-án egy 24 éves Szír Benedék kérő leszúrt egy 35 éves kubai származású német állampolgárt. A gyilkosság akkor heves indulatokat váltott ki a város lakóiból. Akkor a szélső jobboldali demonstrációk zavargásokká fajultak. Most az egy évvel ezelőtti eseményekről emlékeztek meg. Vasárnap a Pro Chemnitz szélső jobboldali szervezet aktivistái vonultak az utcákon. A szír férfit egyébként a múlt csütörtökön 9 év börtönbüntetésre ítélték első fokon, ami nem sokkal maradt el az ügyészség által kért 10 évtől. Ahogy a szélsőséges, időnként rasszista tüntetések egy éve, most is ellentüntetéseket váltottak ki. A tartomány másik nagyvárosában, Dresdában antifasiszta szervezetek demonstráltak a megosztottság és a szélsőséges nézetek ellen. A demonstrációkat a helyi katolikus és protestáns vallási vezetők is támogatták.